Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, én Görbic Tamás vagyok, a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek a lelkésze, és hét alkalommal szeretnénk csendes perceket egymással tölteni, én itt önök a képernyő előtt, és ezt a hét alkalmat arra szeretném használni, hogy a jelenések könyvének a hét gyülekezetéről beszéljek egy kicsit, egy keveset, azzal a céllal, hogy inspiráljam magunkat, és elgondolkozzunk kicsit azon az üzeneten, amit a szellem szól a gyülekezeteknek. A jelenések könyvét János Apostol kapta Pátmos szigetén, és egy szellemi elragadtatásban az Úrnak a napján volt, és az Úr napja röviden, tömören azt jelenti, hogy a különleges isteni meglátogatásoknak, az isteni beavatkozásoknak az ideje, és tudjuk jól, hogy ez az idő egy hét éves időszak lesz, amit antikrisztusi kornak is hívunk, ami egyfelől a pogány birodalmak végkifejlete lesz, ebből származik majd az Antikrisztus, ahogy Izraelből származott a Krisztus. És ennek a korszaknak a, a célja az, hogy a világban a romlottság, a gonoszság, és eljusson a végkifejletre. Izrael megtisztuljon, a világ is megtisztuljon, Babilontól, a hatalmi gőktől, a hatalom mámorától, és Megjelenhessen ezen a világon a messiás, mint népének, Izraelnek is a királya, és az egész világnak, az egész földnek a királya, és mindazok a jó dolgok, amelyeket a proféták Jeruzsálemről láttak, be tudjon teljesedni. Ez még nem a tökéletes megváltás, nem az új ég és nem az új föld, az majd egy egészen különleges, másfajta dolog lesz, de ez a korszakváltás nagyon fontos szerepet játszik az várakozásunkban az egyház várakozásában is, hiszen várjuk vissza az Úr Jézus Krisztust. Nem azért, hogy itt a földön vele együtt uralkodjunk, hanem azért, hogy a testünk átváltozva vele legyünk örökké és soha többé ne szakadjunk el tőle. Az egyháznak tehát más a küldetése, nem e entitás. Az érdekessége a jelenések könyvének az az, hogy az első üzenet mégis gyülekezeteknek szól, hét gyülekezetnek, és ezek sok találgatás tárgya van, aki ebbe ugye valami fajta történelmi ívet lát az egyház különböző korszakait. Az én véleményem az, hogy ezek a gyülekezetek, ahogy János idejében valóságosan léteztek egyszerre az időben, és ahogy az Úr napján őket újból egy szimbolikus képben, egy vízióban látja, nem egyház korszakokat ölelnek fel, hanem különböző típusokat jelenítenek meg. Ugye tudjuk, hogy ha a fehér fényt átengedjük egy prizmán, akkor a szivárvány hét színére válik szét, és itt is ez a hét gyülekezet hét ilyen színt jelenít meg. Mindegyik gyülekezet, amelyet fel van sorolva, egyfajta színt jelent a palettán, és minden helyi gyülekezetben, a régiekben, a mostaniakban is, meg azokban is, amelyek majd lesznek, ezekből a színekből megtalálható valamennyi. Az egyikből kicsit több, a másikból kicsit kevesebb, de ennek a ebből a hét gyülekezeti formából, fajtából minden egyes helyi gyülekezet kikeverhető. És ezért nagyon fontos és látni ezeknek a közösségeknek a dolgát. A hét gyülekezet Egyúttal hét angyalként is jelenik meg, és ez is sok találgatásnak a tárgya. De azért hét angyal, mert a gyülekezetnek mennyei küldetése van, és a mennyből nézve ő egy földi küldött, hogyha elolvassuk az üzeneteket, akkor azt látjuk, hogy nem egy személynek szólnak, nem is egy mennyei lénynek szólnak, nem is csak a gyülekezet vezetőjének vagy prásztorának szólnak, hanem az egész közösség van megszólítva, és az egész közösség szerepel úgy, mint az Istennek az angyala. És ennek az az oka, hogy minden egyes gyülekezetnek megvan a saját személyisége, a saját arca, a saját arculata, ami a hívők személyiségének, hitének ajándéka, az összességéből fakad, ezeknek a, a szummájából ezeknek az eredőjéből jön létre egy gyülekezetnek az arca, egy gyülekezetnek a, 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 az imázsa, megjelenése. És ahogy nincs két-egyforma emberi arc, úgy nincs két-egyforma gyülekezet, sem minden helyi gyülekezet a benne levő hívőknek az összessége, és egy saját személyisége rendelkezik, és egy sajátos mennyei küldetéssel, és így válik az Istennek az angyalává. Nagyon fontos még látni azt is, hogy Jézus bemutatkozik az elején a gyülekezeteknek, a maga teljességében látjuk, hogy a haja hófehér, ami a bölcsesség képe, a szemei tűz láng, az arca ragyog a nap fényében, dicsőségében, lábai, mint az izzó érc. A gyülekezetek úgy szerepelnek, mint hétágú mécs tartók, amelyek között fehér ruhában, aranyövvel körül övezve papként jár az Úr Jézus Krisztus, aki a kezében tartja, irányítja, kormányozza, vezeti birtokolja a népét, a gyülekezetet és a menórák között járás pedig ugye az Ószövetségi Templomi Szertartásra emlékeztet, ahol Áron fiainak, a papoknak a feladata volt, hogy minden reggel és minden este megtisztítsák a menórákat és feltöltsék újra olajjal. És aztán az üzenetekben egy-egy vonása újból megjelenik majd az Úr Jézusnak, tipikusan az, ami az adott gyülekezetnek a legfontosabb. Ennyit bevezetőnek, és az a kérésem, hogy tartsanak velünk, tartsatok velünk a következő alkalmakkal is, és szeretnénk egyenként is megnézni ezeket a nagyon fontos és nagyon érdekes üzeneteket, amelyekből mi is a magunk élete és a magunk közössége számára sok tanulságot meríthetünk.